Sziasztok, kedves nézőim! Ma egy olyan történetet fogok elmesélni, amely bebizonyítja, hogy minden lehetséges. Különösen, ha valamit nagyon akar az ember. Jó szórakozást a videóhoz! Az élet mindig túlságosan kedves egyesekkel és borzasztóan igazságtalan másokkal. Ám az élet ilyen, és ezt emelt fővel kell elviselnünk. ...2011-ben Gabisul gyanította, hogy valami nincs rendben, azután, hogy a jégpályán csúnyán elesett. Átlagos zúzódásnak tűnt, de ennél sokkal komolyabb volt a dolog. Csontdaganat. Ez volt a kiábrándító diagnózis. Gabinak már 9 évesen szembe kellett néznie a rákkal, és mint tudjátok, nincs háború áldozatok nélkül. 3 hónapos kemoterápia után a lányon úgynevezett rotációs plasztikai műtétet hajtottak végre, a rák által érintett térdét eltávolították, a lábának többi részét pedig a maradék végtagra varták, 180 fokban elfordítva azt. Az ilyen műtét nagyobb mobilitást biztosít a beavatkozás után, még ha ijesztően is néz ki. De amikor egy gyerek élete forog kockán, nincs sok választás. Konzultáltunk Gabival, mondják a szülők. Megmutattunk neki egy videót arról, hogyan élnek emberek a rotációs plasztika után. Az egyetlen hátránya a kinézete volt, de azt akartuk, hogy minél teljesebb életet élhessen. A műtét után egyetlen kívánságom volt, újra táncolni akartam. Mielőtt amputálták a térdemet, balettoztam és nagyon szerettem volna folytatni. Ez, és persze a családom szeretete elképesztően motivált és nem hagyta, hogy az ágyat nyomjam, mondta Gabi. Nagyon fájdalmas volt. Féltem a súlyomat a fájós lábamra helyezni. Körülbelül 1 évbe telt, hogy segítség nélkül tudjak mozogni, és még 1 évenbe, hogy színpadon táncolhassak. Gabisul most 20 éves, újra edz, versenyeken vesz részt, és sok olyan gyereket inspirál, akik rákbetegséggel küzdenek, és még a gyógyulási szakaszban vannak. Elképzelései szerint orvosként megtalálhatná a rák gyógymódját. Ha le tudom győzni a betegséget és megtanulok láb nélkül élni, akkor még többre is képes vagyok. Valóban, ha az ember valamit nagyon akar, akkor sok mindenre képes, sőt még többre is. Nem számít, hogy mi történik, te és csak is te leszel képes megvalósítani az álmodat. És nem kell hallgatnod senkire, aki azt mondja neked, hogy nem fog sikerülni. Azok, akik nem hisznek benned, nem a barátaid és nem is a társaid. Mára ennyi volt. Ne felejtsd el kedvelni a csatornánkat és feliratkozni. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!